Hello mindenkinek! A mai videóban szeretném nektek megmutatni a legtöbbször újra vett kedvenc termékeket. Akit pedig érdekel, hogy mit rejt ez a doboz, az tartson velem! Először is tudjátok, hogy általában lépések szerint szoktam mutatni a termékeket, de mivel csak egyetlen egy tusfürdő van közte, kezdem azzal, jó? Ez egy új felfedezés, viszont már a testápolóját kivégeztem. A tusfürdőjét még nem próbáltam, de már itt tartok és imádom, úgyhogy újra vevős. Ez az APLB márkától van, itt írja alul. Illatmentes, gyengéd, niacinamide-os, ázsiai gázlós, nagyon-nagyon jó összetevőjű, nagyon gyengéd, akár gyerekere, a gyerekeiteknek is megvehetitek, tehát annyira jó mindenmentes tusfürdő, de mégis van egy frissítő illata, vagy tiszta ágynemű illata, de nem, tehát tényleg illatosít, tehát nincsenek benne illatanyagok. Nekem ez nagyon-nagyon bejön, mondom, az én bőröm imádja. És nekem nagyon száraz a bőröm, és az is vízhiányos, úgyhogy ez a tusfürdő, ez nálam mindent visz. Még mindig arclemosás. Szerintem nem kell beletennem a Beauty of Joseon zöldtubusos, szilvás arclemosót, a gélest. Szerintem azt már többször említettem nektek, és mutattam, úgyhogy az a baj, nem tudom melyik kedvenceket, mert általában ami kedvenc, azt bombázom nektek itt-ott videókban, témákban, vagy megemlítem szóban. Úgyhogy most még egyszer megemlítettem, csak a biztonság kedvéért, de egyébként szerintem már mutattam, úgyhogy most nem hozom ide. Ezt azért hoztam ide, pedig szerintem már ezt is többször mutattam, mert ez már tavaly 2023 éves díjat is elnyerte nálam. Ez szerintem negyedik üveg, és látjátok, már úton az ötödik. Szóval nagyon-nagyon szeretem ezt az ázsiai gázlós, olajos arclemosót. Ugye ez az első lépés esti dupla arc tisztításnál. Ajánlanám leginkább kombinált olajos bőrnek, annak ellenére, hogy nekem száraz, szenzitívebb a bőröm, viszont pattanás hajlamos. És ez nagyon-nagyon jó a pattanásos, mondom, kombinált olajos bőrre. És én nagyon-nagyon szeretem a textúráját, meg úgy mindenét. Tény, hogy nagy kedvencem, szintén nem hozom ide, mert azt csak néha használom, leginkább nyáron, az a Beauty of Joseon-nak a balzsam tégelyes olajos lemosója, viszont azt én a gyereken is használom, amikor nyaralni megyünk, meg a férjemen, mert a naptejet nagyon jól lehozza. És ugye ebben van eszenciaolaj, abban nincs, tehát azt a gyereken is tudom használni. Úgyhogy azt is csak azért említem, mert az is nagyon sokszor van újra véve. Mondom, tavalyi nyaralásnál is nagyon jól megállta a helyét, és erre a nyaralásra is azt fogom vinni tutira. Meg itthon is használjuk ugye medencézések folyamán, meg ilyesmi, tehát hogy eltávolítsam a naptejet a gyerekről. Mert ez inkább hámlasztás, és amúgy eszenciának hívják lépés. És ugye tudjuk, hogy a hámlasztás az az arctisztítás után a következő lépés. Úgyhogy végül is akkor ezzel kezdem, a tonikokat odébb is tolom egy picit. Ez egy nagyon érdekes, úgymond hibrid termék, mert nem hámlasztó, tehát ez nem egy kémiai hámlasztó, nem is tartalmaz egyáltalán kémiai hámlasztó összetevőket, azonban a csicsere, azt hiszem így hívják magyarul, hogy csicsere borsó. Van egy, tehát természetesen a bőrön olyan hatása van, hogy ki tudja szedni a szennyeződéseket a pórusból, a bőrből, meg készteti az elhalt hámsejteket, hogy jöjjenek le. Viszont ő hozzá kell egy kis fizikai erősítés, úgymond.
mert ezt az eszenciát is mindjárt megmutatom, de fogok nektek csinálni videót, mert ez az egyetlen, amit még nem vettem újra. Hozzáteszem, már megrendeltem a következőt, mert ez egy drága termék, és most nagyon jó áron volt. És tudjátok, azokat meg kell fogni. Úgyhogy ezért merem betenni a videóba, mert tényleg tudtam, hogy újravevő, és látjátok, már ennyi hiányzik belőle, hetente egyszer, max. Kétszer használom. Mindenkinek ajánlom, aki nagyon szenzitív, érzékeny bőrű, és semmilyen hámlasztót nem mer, vagy nem akar, vagy nem tud használni, annak ellenére, hogy már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyengét hámlasztók vannak. Ez hasonlít csiganyál-szerű állagra, látjátok, de csinálok nektek videót Instára, mindenhová. Szerintem megpróbálok ide is csinálni majd a YouTube shortsok közé nektek videót használat közben. Tehát jó, én vagy 6 pumpányit használok belőle, és jól el kell masszírozni a száraz bőrön, és ahogy masszírozzátok, ténylegesen lehozza az elhalt hámsejteket, és látjátok az ujjatokon, meg a miteszernek a fekete kis tetejét is kihozza. Nagyon-nagyon effektív, nagyon-nagyon jól dolgozik. Na, már kezdi leszedni. És nem a termék az, ami visszafele jön, hanem ténylegesen kezdi leszedni. Most nem tudom, mennyire fogjátok látni, itt van az ujjamon már egy darab, és ez csak a kézfejem, nem is a bőröm. Az a baj, hogy tényleg csak ezt tudom most megmutatni. Nagyon remélem, hogy visszaadja a kamera, de amúgy itt is vannak már kisebb darabkák. Nem tudom, mennyire látszik, és még alig kezdtem el bemasszírozni. Úgyhogy nagyon effektív, és csak azért, pedig tudjátok, nem szeretek ajánlani drága termékeket, mert tudom, hogy nem kell sok pénzt költeni ahhoz, pláne nem kóraira, hogy az effektív legyen, természetes legyen, és jó összetevőkkel mindenles legyen. Ezt mondom, pici drágább kategória, de nagyon-nagyon jó. Próbáljátok ki, eszméletlenül jó eredményeket hoz, miteszer, pattanás, olajos, és mondom, olyan bőrre, ami szeretne úgy hámlasztani, hogy a leggyengédebb eljárással. Mindenképp meg kellett, hogy említsem. Látom először ezt a boostert, mert ő is érdekes termék abból a szempontból, hogy 6 fajta peptidet tartalmaz. A peptidek ugye bőrfeszesítő, kollagén termelés serkentő, és amúgy több mindent is tudnak, de leginkább ugye a bőrfiatalság megőrzése érdekében használunk peptid összetevőket. Mint említettem, ez is nagyon-nagyon vizes anyag, vagy mi állag, bocsánat. Egy pici testesség azért van benne, szóval mondjuk ez vizesebb nála, de az a hialuronsav összetevő miatt. Tudjátok, a hialuronsav az mindig is fog adni egy gazdagabb textúrát, egy vaskosabb textúrát egy toniknak, vagy egy termékben, egy tök mindegy, akármilyen terméknek ad egy testességet. Tehát ez az első lépés, ezt azért hívják boosternek, mert a peptidekkel, meg a hialuronsavval ugye hidratál is, viszont fel is erősíti a többi termékedet, a szérumodat, ha peptideket, bőrfiatalság megőrző termékeket, retinolt használsz, azzal párosító, tehát ha őt valamivel párosítod, felerősíti a hatását, meg ilyesmi. Angolul már készítettem, tudjátok, a legtöbb értékelős videóim azok angolul vannak, de nyugodtan kifejtem nektek bármikor, magyarul kérdezzétek meg, ha valami feltűnt nektek, hogy érdekes vagy érdekel. Nagyon-nagyon szeretem ebből is úton a második üveg. Ebből még ez az első, mert ezt karácsonykor nyertem a Kosarex-től ajándékba karácsonyra, úgyhogy ez még azóta használom. És akkor reggel este első lépés arcmosás után. Ő már úton a második üvegcse, annak ellenére, hogy szinte majdnem tele van. Van olyan, amikor csak egyszerűen tudod, hogy újravevős. Hát nála is. Kettesével vettem. És mai napi kettesével rendelem, mert legelőször is tudtam már első használat után, hogy kedvenc lesz.
Ez a tonik, ez óceánvíz van benne, vagyis tengervíz van benne, úgyhogy tele van nagyon sok ásványi anyaggal, ami tudjátok, hogy például egy ekcémás, egy pszoriázisos bőrnek is a tengervíz mindig gyógyít, a só miatt is, meg úgy unblock. De tehát ez leginkább, egyébként korábban a legjobban eladott tonik, azt hiszem 3-4 éve már tartja a lista tetejét, legjobban eladott tonik Koreában, mondom már évek óta. Nagyon-nagyon szeretem, több jó összetevő is van benne, nem csak az óceánvíz, mert például van benne olyan összetevő, a sugarcane összetevő, ami általánosan bőrhámlasztó, de nem bőrhámlasztó, csak van olyan tulajdonsága, mert például a csicsereborsó sem bőrhámlasztó összetevő, de van egy olyan tulajdonsága, hogy képes rá. Úgyhogy, ja, ezt egyébként vagy 5 percig is masszírozni kell, hogy hasson. Jó, most a kézfejemen lehet, hogy azért nem szoktam hámlasztani a kézfejemet, szerintem ott azért hatott most ilyen gyorsan. Tehát nagyon-nagyon nagyon szeretem ezt a tonikocskát, vízhiányosok, próbáljátok ki. Akkor a következő kettő, mert ugye említettem nektek, hogy rétegzek tonikokat, ezek a vaskosabb, egy kicsit gazdagabb állagok. Ugye a Kane kombucsás zöldteás tonikja, magasan fermentált. Ez vadonatúj, még nincs nyitva, azért nem akarom most kinyitni, mert mikor ezt most elhasználtam, most ez van nekem rutinban, és hogyha ez elfogy, akkor megint ez lesz. De ezt muszáj voltam, ezt őszinte leszek, nem én vettem, kaptam a purrítótól, de újra fogom majd venni, mert most volt egy olyan korszaka a bőrömnek, hogy retinol termékeket teszteltem, ugye, hogy értékelést készíthessek nektek, és piros volt a bőröm, egy picit irritált, nem volt valami boldog, kiegyensúlyozott, ahogy szokott lenni, és a purító megújította ezt az ázsiai kázlós Wonder Relief kollekcióját, és sokkal jobb lett, megerősebb és effektívebb. Látjátok, ez alig akar lefolyni, tehát ez egy vastagabb textúra, gyönyörűen ráfekszik egy ilyen tonikra vagy boosterre. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Ez olyan, hogy felkenem, és kezd nyugodni a bőröm. Amellett, hogy nagyon magasan hidratál és táplál is, amellett, mondom, ez a megnyugvás, a fellélegzés, amikor ezt felkened. A szérumja is nagyon jó, legjobban eladott, de nekem valahogy a tonik ügyön biztos a vízhiányosságom miatt is jobban vonzódok egy tonikhoz, meg hamarabb, mint szérumokhoz természetesen. Meg ugye nekem nem minden fér be a rutinjaimba, egy toniknak mindig van hely, de mondom, ahhoz ki kellett, hogy azért úgymond üsse a Kane-t, amikor most elfogyott. Úgyhogy már itt tartok ennél, de biztos, hogy újra fogom venni, mert kell, hogy nekem legyen itthon, amikor nyúlnom kell hozzá, hogy egy kicsit érzékenyebb mondjuk a bőröm, vagy fel van borulva. Szerintem őszinte leszek, tengerparti nyaralásra ezt fogom vinni majd most, amikor megyünk megint családi nagy nyaralásra az éven Spanyolországba, biztos, hogy őt fogom vinni. Nyaralásra szerintem tökéletes bőrnyugtató ázsiai gázlós terméket vinni. Ja, és már csináltam róla Instagramon videót, és kérdeztétek, van-e még benne eszenciaolaj. Ebben a fajtában sosem volt, tehát a sötét zöld üveges az eszenciaolajos, de direkt van nekik ebből a kollekcióból két fajta. Akik szeretik és igénylik, hogy illatos legyen, van teafaolajos kollekció, akiknek nem is bírja a bőrük, meg nem is igénylik, hogy legyen illat, az pedig az unscented. Nekem az unscented van, tehát én tudjátok, hogy nem kenek semmit, kivéve a olajos lemosó, de amúgy semmim nem illatosított. Ő úgy harmadik üveg, hogy elsőre a picit vettem meg. Így van, igen, mert ebből van azt hiszem egy 50 millis, vagy 30 millis, most nem emlékszem mekkora kicsi kiszerelés. Hát mondom, nem, te nagyon jó, mert ez szintén egy...
Hát angolul ugye multipurpose, tehát nagyon sok dolgot tudsz vele csinálni. Tehát ezt nem csak a bőrödre tudod felvinni, hanem én például fejbőrön használom, mint kezelés, ami hidratál, gyógyít, táplál, véd, mert az ázsiai gázló az egy nagyon-nagyon jó gyógynövény. Sebkezelő, gyógyító, nyugtató, csak jót tud. A gyereken használom, mondom, fejbőrre használom, tehát egy, muszáj, hogy legyen otthon féle ampulla, ez egyébként ampulla, de látjátok, annyira vizes állag, hogy ez van, hogy tonik előtt kell felvinnem. Például a purrítós tonik előtt vigyétek fel. Tehát az egy vaskosabb textúra, látjátok, ez folyik. Mert tudjátok, sokszor van az, hogy textúra, mármint akik jöztek hozzám online tanácsadós órára, ti már tudjátok, hogy van, hogy ugye a textúra győz, tök mindegy, mi van ráírva, hogy milyen lépésbe kellene felvinni a terméket. Egy ampulla ugye szérum után jönne elvileg, de megszegi a szabályt a textúrája miatt. Az elejé kezdi 10% szérum, amiben amúgy van hialuronsav is, meg B3 és B5-ös vitamin. Nagyon vastag textúrája van a magas hialuronsav és a többfajta hialuronsav tartalom miatt, látjátok? Tehát ez egy nagyon vastagan hidratáló, tápláló, gazdag szérum, csak is esti rutinban használom. Viszont az azelaic acid az nagyon jó, nem hámlaszt összetevő, de tud hámlasztani, viszont nagyon gyengéd, és érzékeny bőrre, piros sosságra hajlamos bőrre, az azelaic acid nagyon-nagyon jó. Hozzáteszem aloe vera bázisú, tehát az a textúra miatt is van ez a kicsit zselésebb textúra, mondom az azelaic acid, pantenol, niacinamide, ugye a vitaminok, amiket felsoroltam, hialuronsav és zöldtea kivonattól kezdve még egy-két gyógynövény van benne, és ennyi. Nagyon-nagyon szép letisztult összetevő lista, és gyengéd bőrre van kifejlesztve. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. Szerintem, ha gyulladt, pattanásos bőrötök van, akkor mindenképp érdemes. Idősebb bőrre még nagyon tudom ajánlani. És akkor az új kedvencemet hadd mutassam meg, második üveg. Úton van a harmadik, mert már az a baj, hogy nem tudod, mikor jársz a végén. És ugye ez is ilyen, tudjátok, légmentes, pumpás, úgyhogy nem tudod, mikor pumpálod ki az utolsót. És ugye ebből egy pumpa kell az egész fejre. Ez egy 20%-os C-vitamin és tiszta C-vitamin szérum. De ez abszolút 100%-ban vízmentes, tehát olajos bőrűek most ne figyeljetek, nem nektek mutatom. Ez abszolút nem nektek való. Olajban van a C-vitamin. Olajbázisú. Tehát ez egy vastag textúra és olajos is. Tehát ugye én ma ezt használom, de hát most nem látszik, mert rásminkeltem. De látjátok, tehát nem olajosít annak ellenére. Úgyhogy idősebb bőrre nem lesz ilyen fényes amúgy, miután beszívódott. Most például csak az olajat látjátok belőle kb. Egy tiszta C-vitamin, tehát nagyon effektív. Hamar látjátok vele a bőrvilágosító, májfolt eltüntető eredményeket. Mint mondtam, az olaj miatt inkább száraz bőrűeknek, vagy normál száraz, és idős bőr. Tehát én imádom. Én nekem nem bírja a bőröm a tiszta C-vitamin, pláne nem a 20%-ot, meg az volt mindig a bajom, hogy hamar oxidálódott, nem stabil. A legtöbb C-vitamina, ezek a pipettások már narancssárga pár héttel később akár. Tehát nem stabil a formula, nem jól vannak kifejlesztve, nem jól vannak palackozva, úgymond, nem bírják ki, és mehet ki a kukába, mert inaktív lesz a szérumod.
szemkörnyékápolók. Kértétek külön már nagyon sokszor tőlem, mikor lesz új szemkörnyékápolós ajánlós videó, mert folyton látom Instagramon teszed fel ezt is, azt is, amazt is, hogy tesztelted, de melyik az, ami végül is ott maradós nálad. Na most nekem, ezt mondjuk szerintem nem meglepetés, mert megnyerte a tavalyi éves díjat a Retinal 2%-os és ginzenges Beauty of Jozan szérum, ami annak ellenére, hogy 2% retinal, tehát magas százalék, nagyon jól van kifejlesztve ez a termék, nagyon gyengéd, a legeslegérzékenyebb bőr sem reagál rá, legjobban eladott szemkörnyék ápoló, már nem csak Koreában, hanem világszerte, és 30 milli. Hát ezt az egész fejre, nyakra is kelhetitek. És nincs 7000 font, vagyis nincs 7000 forint, tehát ingyen van. Mondjuk amúgy is tudjátok, hogy a korai bőrápolás nagyon jó áron van. És akkor a következő, amit mutattam nektek, tudjátok, hogy több ilyen szemkörnyékápolót mutattam már, ami ilyen fémgolyós applikátorral van. Miért? Mert ezt, ha hűtőben tartjátok, a fémgolyó annyira jól hűsít és masszíroz kora reggel, hogy nekem életmentő, amióta a gyereket szültem. Azelőtt nem is volt ilyenem szerintem, vagy lehet, hogy volt, mindegy, most nem emlékszem. Ugye az Innisfree-vel kezdtem, mondtam nektek, hogy az nagyon jó, hidratál, meg ugye antioxidáns. Más nagyon nem csinál. Ő egy picit bőrvilágosít is. Akkor utána van az Axisnak most egy új, az nagyon jó, abban már peptidek is vannak, tehát feszesít. Viszont ebben nem csak peptidek, hanem már bakucsiol is van, plusz alfa-arbutin, ami erősebb világosít, bőrvilágosító összetevő, mint a C-vitamin. Szóval ez idős, de én is használom, csak arra felmondom, hogy azért ez egy gazdagabb zselés állag, tehát megmutatom, azért ez egy vastagabb zselés állag, mert kollagént is tartalmaz. Úgyhogy ezért mondom, hogy inkább száraz, normál bőr, vagy idős bőr. És olyan hidratáltságot és tápláltságot ad egész nap a szemkörnyékemre, hogy, és gyönyörűen sminkelni is lehet rá. Úton van a következő. Mert az a baj, hogy ezeket már, ha lehet, hogy csak félig van, meg fogom venni az újat, ha le van árazva, inkább elrakom a dobozba és csücsükézzen, mert nem látod, mikor van vége, és milyen érzés az, amikor a kis kávécskámat lefőzöm reggel, nyomnám, és nem jön ki. És milyen jó érzés, hogy csak felszaladok az emeletre, és kiveszem a dobozból az újat. Szóval ugyanez a helyzet ezzel is. Tehát nem látom, mikor fog elfogyni, úgyhogy az ilyenekből mindig veszek. Lehet, hogy még csak félig van, de már veszem, mert ugye nem látom, mikor fogy el. Tehát ezt ajánlom. Tehát nekem ez a kedvenc. Kedvenc, hozzátezem, az Axis nagyon jó kombinált bőrre is. De őszinte leszek, most hol zsírosodik a legtöbb ember? T-zóna, nem a szemetek alatt. De vannak, akik izzadósok, szóval azért mondom, hogy azért ez egy gazdagabb, táplálóbb szemkörnyékápoló, vagy pedig esti rutin. De mondom, én imádom emiatt, hogy hűsítő, és ugye leviszi a kis puffadtságot is reggel. Most akkor gyorsan becsippentek ide egy kis ajakápolást. A Torriden márka amúgy is nagyon-nagyon jó, de ez a keramidos ajakápolója nagyon jó, ez már a második tubusom. Úgyhogy gondoltam, egy kis ajakápolást is tegyünk bele. Arckrém. Tudjátok, hogy 5 éven áll a műanyerő, mert ezt a textúrát, ezt a beszívódást, ezt az összetevőt, tehát ahogy ez az arckrém viselkedik, és minden, az nem lehet szavakba tenni. Krém, de mégis gélállagú, nagyon vékony, de érzetre gazdag, tehát becsapós, és nagyon jó, jellegzetes, ilyen kicsit földes, gyógynövényes illata van, mert ugye magvort, artemízia gyógynövény
van benne. Több mint 73%-ban ez a gyógynövény van benne. Amúgy az artemisia, tehát ez a magvort növény, ez antibakteriális gyulladás csökkentő, szóval pattanásos bőrre ajánlom. Hát ez, na, itt kezdődik nekem egy arckrém. A Dynasty is a Beauty of Josantól nem ilyen jó. Jó, állagra hasonlít, de nem, egyszerűen nem ilyen, mint ez. És bármelyikőtöknek ajánlottam, ti is azt mondtátok, hogy újravevős. Úgyhogy ha most látod először a videómat, és most hallasz róla először, próbáld ki. Mert tényleg olajos bőr, száraz bőr, próbáljátok ki. Naptejek. És egy naptej shift, vagy hogy hívják ezeket a Magyarországon, ami úgy néz ki, mint egy dezodor. Most ez nagyon divat, ez a nap stiftek, naptej stift, napfényvédő stift. Na, szerintem így hívják. Jó, mindjárt akkor ezt is kifejtem nektek gyorsan, de először mutatom, ha fizikai napfényvédelem, akkor a Haru-Haru minerál fizikai napfényvédője, az 50 faktoros. Azért ezt mutatom, mert az új már el van téve, mert én a gyereken is, tehát én a gyereken is használom. Nyaralásra 3 tubussal használtam el a gyerekre. Nagyon-nagyon jó fizikai napfényvédő, és mindenmentes, és gyönyörű, és nem szárítja úgy a bőrt, mert azért a titánium-dioxid azért tud szárítani. Ha viszont nem fizikai, akkor én ugye tudjátok ezt a hialuronsavas ázsiai gázló, ez egyébként nem is naptej, hanem szérum. Ez egy nagyon vékony áll textúra. Ez nem is mint tejállag végül is. Tehát ez nem is krém, hanem szérum. Nagyon jó kombinált normál bőrre. Én ugyan szárazabb bőrű vagyok, de én van, hogy arckrémet felviszem, és utána a naptejet. És akkor őt akarom megmutatni, ő ugyanebből az ázsiai gázlós hialuronsavas kollekcióból van, de ugye mondom a stift. A stiftek, annak ellenére, hogy ugye 50 faktor van ráírva, ez úgy jön ki, hogy alátámasztották, hogy kb. 14-szer kell húzni ugyanott, hogy kijöjjön az 50 faktor védelem. Tehát ne vegyétek arra, hogy ez az elsődleges napfényvédőtök, mert akkor le fogtok égni 5 percen belül. Vagy pedig bankot kéne rabolnotok, mert nincs az az Isten, hogy 14-szer húzzátok egy oldalon, és ne fogjon el. Meg ki az, aki 14-szer akarja húzgálni az egész arcán 14-szer? Tehát a stiftek nem alkalmasak rendes főfényvédelemre, viszont nagyon jó új applikálásra, újra felvitelre. Tehát én ezt reggel felviszem, elviszem a gyereket a bölcsödébe. Óvodába járunk. Elviszem a gyereket óvodába, de utána 3 óra múlva mennem kell érte. Ugye az 50 faktor 2 óráig véd, 2-3. Tehát lehet, hogy nekem még ez véd, de nem vagyok benne biztos. Úgyhogy felviszem ezt. Azért elég jól, bőven. Hozzáteszem, hogy sminkre nem lehet, ahhoz a Beauty of Josan stiftjét lehet csak használni. Meg van még néhány, de én a többit nem teszteltem. A Beauty of Josanost fel lehet sminkre, ezt nem. Ez teljesen szétkeni a sminket, jó? Tehát sminken azért ne applikáljátok még egyszer. De újra felvihető smink nélkül, és mondom, akkor én már csak ezt szoktam mondjuk akár újra vinni, amikor megyek a gyerekért. Tehát, vagy a benne van a táskámba, és ha sétálunk, vagy a gyerekkel már több mint egy órája játszótéren vagyok, vagy több mint 2 órája, akkor egy kicsit azért átszaladok, hogy a védelmet egy picit visszafrissítsem. Úgyhogy a stiftek azért nem elsődleges napfényvédő, hanem Isten más irányba alló. Tehát nagyon remélem, hogy a mai videó is hasznos volt. Tudjátok, hogy mindig fordulhattok hozzám. Online tanácsadást azt továbbra is tartom nektek. Jelentkezzetek nyugodtan. És iratkozzatok fel a YouTube csatornámra még több videóért. Kövessetek Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Írjátok meg a véleményeiteket, kérdéseiteket, mondom. És megtaláltok, hogyha szeretnétek ugye online tanácsadásokat is venni.
Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!